A koronavírus járvány kirobbanásakor a Bátaszéki önkormányzati hivatal működésében is jelentős változások álltak be. Az ügyintézés szigorú keretek között folyt, a mai napig az előadók home office-ban látják el a munkájukat. Az idő elérkezett a szigorítás lassú enyhítésére, így az eddigi szabályok helyett néhány esetben újak lépnek érvénybe. Most már körülbelül egy hónapja álltunk át az otthoni munkavégzésre. Elmondható, hogy megfelelően működik ebben a formában is a hivatal. A portaszolgálat folyamatosan működik, a nyomtatványok ott elérhetők az ügyfelek számára, úgyhogy az ügyfelek ügyeit is, illetve az egyéb feladatokat is megfelelően ellátta a hivatal ebben az időszakban. Tekintettel arra, hogy előre nem látható, hogy mennyi ideig tart még a jelenlegi veszélyhelyzet, ettől a héttől egyfajta változtatásra álltunk át a személyes ügyintézés kapcsán. Eddig is személyesen lehetett intézni azokat az anyakönyvi ügyeket, amik halálesettel kapcsolatos anyakönyvezés, viszont ettől a héttől már lehetővé tesszük új házasságnak a bejelentését, illetve a teljes hatályú apa elismerő nyilatkozat felvételét is. Az anyakönyvvezetőnkkel előre egyeztetett időpontban kerül sor ezeknek a bonyolítására. Az 590-504-es telefonszámon érhető el, ezzel kapcsolatban egy felhívást is közzétettünk a honlapon, ahol az ügyfelek ezt megtekinthetik, ezt a telefonszámot, és az egyeztetett időpontban ezeket az eseményeket fel lehet venni. Ezáltal az esküvők megtartását az eddigi időszakban is azért biztosítottuk, de az újakat, ha most felvesztük, akkor innentől is biztosítani fogjuk, szűk családi körben tesszük lehetővé, tehát a házasulandók, két tanú, a házasulandók szülei, esetleg testvérei részt vehetnek ezeken az eseményeken. Úgy határoztuk meg, hogy ezeket az eseményeket maximum 15 fő részvételével tudjuk biztosítani. Eddig is a személyes ügyintézés még biztosítva volt, és a jövőben is biztosítva lesz a földkifüggesztési eljárások során, aki elfogadó jognyilatkozatot akar tenni, az természetesen megteheti. Az 590-501-es telefonszámon kell időpontot egyeztetni az igazgatási ügyintézővel. A változás tehát azt jelenti, hogy minden olyan eseményt, melyhez a hivatal személyes részvétele szükséges, mostantól az előre egyeztetett időpontban meg lehet tenni. A változások előidézője az a kormányzati felhívás volt, melyben kérték az önkormányzatokat, tegyék lehetővé az ilyen típusú ügyek lebonyolítását. Erre reagálva lépett a Bátaszéki Közös Önkormányzat.